azok, hogy több mint 2000 igénylési számon vagyunk túl. Ezenek egyébként majdnem a 80% egyén vállalkozó, ami azért fontos, mert az agráriumban az őstermelők egyéni vállalkozók aránya az nagyon magas számon efelé a részfelé húzódik el. Túl vagyunk az 5 milliárd forint kihelyezésen, és hogyha kell csinálni egy listát, hogy melyek azok a megyék, ahol ezt legjobban, legerősebben használják ezt a terméket, azok közül kiemelkedik Csongrád megye, aztán Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár, Vas, Békés és Zala, ez az első 6 sorrendje. A bankok tekintetében pedig azt kell részletnek ebben a termékben, ott egyértelműen hagyományosan a leginkább ehhez a szektorhoz köthető takarékszövetkezeti hálózat az, aki több mint 40%-át birtokolja a kihelyezéseknek, a másik kb. 40%-ot pedig az OTP viszi el a hátán, többé a DRB, a Volksbank és néhány kisebb súllyal ebben a termékben résztvevő bank van ebben a ügyben benne. Egyébként az átlagos hitelösszeg aránya 6 millió forint, ami azért némiképpen alacsonyabb, mint a Széchenyi kártyának az átlagos hitelkihelyezési értéke. Ez annak köszönhető, hogy az egyéni vállalkozók aránya az ilyen magas, hiszen az ő mérlegük, az ő főkönyvi számaik alapján, amit a bankok és mi is megnézünk, akkor az igényléseket lefolytatjuk, erre teszik a jogosultán. De én azt gondolom, hogy azt a régi csatát, itt a MDK paragrának is megvettek az előbb, ez az új növekedési hitelprogram, a jegybank hitelprogramban. De nagyon régi vita egyébként, hogy meg lehetne ugrasztani a beruházásokat, a hiteltárgyalási kedvet azáltal, hogy a kamatnak a mértéke lecsökkentjük drasztikusan. Mi mindig ezen a láspontban voltunk, hogy igen, meg lehet, hiszen olcsó pénznél a vállalkozó már elmehet gondolkodni azon, hogy hogyan lépjen, és hogyha igen, akkor milyen mértékben. Tehát ez mindenféleképpen ennek az iránynak a része. És a bankok tekintetében, ami szintén elhangzott, hogy a bankok azért visszaléptek a hitelezési kedvükben, az az állami támogatás, amit az állami kedvük, a kamattámogatásra és a garanciadíj támogatásra, az úgy önmagában kevés nem. Ehhez kell az, hogy az állam egy 80%-os olyan viszontgaranciát vállal a hitelek mögé, ami miatt a bankoknak ezek a félelmei vagy aggályai a kisvállalkozói szektorinak iránt csökkenhetnek. Még két alapinformáció visszautalva arra, amit a főtitkár úr mondott, hogy milyen network, milyen hálózat áll rendelkezésünkre. A kamara és a rossz hálózata most már 310 helyen van országosan, tehát nincs 10 olyan kilométer, hogy valahol ne lenne egy agrár Széchenyi kártyára is igénybe levő hely. Akár a kamarai, akár a gazdákról beszélgetek, de beszélünk itt. Illetve a takarékpontokon keresztül azokat a VOSZ pontokat meg kell említenem, amelyek önállóan most már majdnem VOSZ irodaként működve szálltak bele ebbe a forgalmazásba. És a konstrukció gyakorlatilag a mezőgazdasági termék előállítása, feldolgozása és forgalmazása körben valósulhat meg, amiben benne vannak az őstermelők, a családi gazdák, az egyéni vállalkozók, illetve a társas vállalkozások is. És egy, kettő, illetve három éves futamidő az a fontos elem még, hiszen a Széchenyi kártya alapvetően általában fix időintervallumokkal dolgozik, mivel itt ez a szektor ez eltér jelentős mértékben, akár a szezonalitás, akár a hektikusság miatt a szokásos kisvállalkozói területektől, ezért itt a rugalmas futamidőt állapítottuk meg, tehát egy, kettő vagy három évre föl lehet fölvenni ezeket a hiteleket, legkisebb 500 ezer forintos kártya, a legmagasabb pedig 25 millió forintos kártya, és itt is érvényes a szabály, a két szabály érvényes, az egyik az az, hogy csak arra az összegre és csak arra az időszakra kell fizetni bármifajta díjat, amennyi összeget és ameddig használta a vállalkozó. A kettő pedig az, hogy 15 millió forintig az ingatlan felület bevonása egyáltalán nem szükséges, attól pedig a bankja válogatja, hogy kér vagy nem kér ingatlan felületet a hitel mögé. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt azt, hogy elfogadták a meghívásunkat, és akkor